Befejezte szolgálatát a Magyar Honvédség alföldi ideiglenes alkalmi kötelék. Így a déli és az uniós külső határok védelmét ezentúl a határvadász egységek látják el. A Herceg-Szántói határvédelmi bázison tartott beszédében Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, úgy fogalmazott. 2015-ben a migrációs válsághelyzet kibontakozásakor Magyarország és a Magyar Honvédség a 21. század egyik legnagyobb kihívására olyan választ adott, amely nemzetközi szinten is elismerést vívott ki. Polgáraink biztonsága és nemzetünk békéje ingott meg a délről érkező migránsok miatt. Európa nem tudott egységes és pontos válaszsal szolgálni, de Magyarország és a magyar kormány elkötelezett volt polgáraink védelme és nemzeti érdekeink és értékeink megóvása mellett. Mindennek köszönhető, hogy a magyar kormány elsőként fellépett az illegális határa átlépők megállítása érdekében. Felállítottuk az ideiglenes biztonsági határzárat, és a Magyar Honvédség állománya hajtotta végre annak megépítését. A mai nappal a Magyar Honvédség katonái, önök befejezik a déli határon végzett feladataikat, és ezeket a feladatokat átadják a frissen alakult határvadász ezred jól képzett, és hazájukat a vészterhes időben is szolgáló kívánó határvadászainak. Önök mindannyian az elmúlt 7 évben hősiesen helytálltak, tanúbizonyságot tettek hazaszeretetükről, a béke iránti elkötelezettségükről, itt a határon is. Varga Tamás hangsúlyozta, a honvédelmi és a belügyi tárca együttműködése mindig is kiváló volt, de a határvédelmi feladatok ezt az együttműködést 2015. szeptemberétől még szorosabbá fűzték. Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára, miniszterhelyettes kiemelte, a mai nap az őrségváltás napja, hiszen a határvadász alakulatok felállításával megvan a lehetőség arra, hogy a határvadászok átvegyék a katonák szerepét is itt, a déli határon. Aki itt szolgált és aki itt szolgál, az elmondhatja, hogy az Európai Unió egyik leginkább támadott határszakaszán teljesít szolgálatot, hiszen az a több mint 263 ezer megakadályozott határátlépési kísérlet, illegális határátlépési kísérlet, ami itt volt, ez nem igazán mondható el máshoz az Európai Unióban, hogy ilyen intenzív lenne az embercsempészek tevékenység, és ilyen intenzív lenne a határnak a védelme. Rétvári Bence hangsúlyozta, a határvédelem költségei az elmúlt években több mint 650 milliárd forintot, azaz több mint 1,5 milliárd eurót tettek ki, és ezt 98,5%-ban a magyar adófizetők fizették. Magyarország büszke lehet minden egyenruhására, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka, utalva azokra az eredményekre, amelyeket a magyar rendőrség elért a Magyar Honvédség támogatásával. A Magyar Honvédség közelebb került a magyar emberekhez, a magyar állampolgárokhoz, és én azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetem, hogy az egyenruhások még közelebb kerültek egymáshoz. A közös szolgálat, a közös munka, a közös erőfeszítés igenis összehozta az egyenruhások nagy családját, így nyugodtan kijelenthetem, hogy Magyarország és Magyarország lakosai biztonságban vannak itthon. Biztonságban vannak itthon, hiszen a katonák, a rendőrök, a katasztrófavédők közösen tesznek azért, hogy amit az alaptörvény meghatároz számunkra, hogy békés, biztonságos környezetet teremtsünk a magyar embereknek, azért igenis teszünk minden nap. Balogh János altábor nagy országos rendőrfőkapitány úgy fogalmazott, az elmúlt 7 év nem csupán a leghosszabb békeidőbeli közös művelet a két testület életében, hanem a legsikeresebb is. Elérkezett annak az ideje, hogy egyedül a katonák segítsége nélkül védjük továbbá ezt a határszakaszt, vagy bármelyiket, ahol illegális migránsok Magyarország területére érkeznek. Ennek két alapvető feltétele volt, és mind a kettő teljesült. Az egyik, hogy legyen megfelelő állományunk arra, hogy ezt az élő erőt és azt a szakmai tudást, amit a katonák képviseltek, ki tudjuk váltani. A másik, hogy éppen ezekben a napokban csatlakozik Horvátország a schengeni térséghez, és teljes jogú tagja lesz, így a horvát-magyar határa nekünk kevesebb figyelmet kell a jövőben fordítani, és az ott felszabadult energiát a szerb-magyar határa tudjuk átcsoportosítani. De összességében azt gondolom, hogy mégiscsak a mai nap a katonák méltatásáról kell, hogy szóljon, és
Én azt gondolom, hogy büszke lehet az az ország, akinek ilyen katonái vannak, és én személy szerint büszke vagyok arra, hogy ilyen katonákkal dolgozhattam együtt.